Nézzük, Karttal vagy 60, 60 vagy Karttal kinyeri a versenyt, 60 vagy Karttal, Karttal vagy 60, Karttal! Polyák Nikolett megveri Szentes Barbarát! A karteli Polyák Nikolett már második alkalommal indult el a nemzeti vágtán. Folyamatosan egyre bravúrosabb eredményeket ér el, ami nem meglepő, hiszen már 22 éve lovagol, a ló olyan neki, mint a levegő, nélkülözhetetlen lételem. Én elég korán elkezdtem csikókat úgymond belovagolni, vagy betanítani, az már egy eléggé nagy kihívás, főleg úgymond szinte kezdőnek. Aztán elvégeztem két iskolát fönt Budapesten a Nemzeti Lovardába, amire nagyon büszke vagyok, mert ott sokat tanultam, amikor elvégeztem a belovaglót. Aztán elkezdtem ugye saját lóval versenyezni, elsőnek díjugratásba, aztán átértünk erre a gyorsabb versenyzésre. Budapesten a Nemzeti Lovardában ugye iskolák között ott már versenyeztünk, ott azért volt második, harmadik hely, ott azért volt, hogy nyertem. Utána saját lóval díjugratásban ott is elég két évet versenyeztem, 2009-től körülbelül, ott is azért voltam első, második, harmadik, negyedik, ötödik volt, hogy két pályán indultam, mind a két pályán díjas voltam. Aztán utána pedig jött a vágta tavaly, ami nagyon jó volt, hogy a 60-i vágtát a 2014-ben második voltam, aztán utána Budapesten ugye jó eredménnyel végeztem egészen a középfutamig vágtáztunk. A nemzeti vágtát 2015. szeptember 19-e és 20-a között már 8. alkalommal rendezték meg Budapesten a Hősök terén. A futamra az a 72 lovas került be, akik korábban az elővágtákon a legeredményesebben szerepeltek. Bárki nevezhet, akinek megvan az a kellő lovas tudása, hogy ott részt tudjon venni, és ami nagyon fontos, kell egy jó ló, ami ezt bírja, ezt a sebességet. A harmadik pedig az, hogy nagyon sok segítség kell, mind időben, anyagilag is megterhelő, nem egy egyszerű dolog odáig eljutni. Tavaly egy vállalkozónak a lovával indultam, a Boros Lászlónak a lovával. Ő segített elsőnek, ő lovával indultunk. Aztán utána pedig megkaptam ezt a kis szépséget a páromtól. Ő Monakónak hívják, ő egy 7 éves kanca, 10 hónapja van belovagolva. Ugye ővel elkezdtünk dolgozni, de nem tudtuk, hogy milyen eredményt várhatunk tőle. És aztán rengeteg, sok vállalkozótól, páromtól, szüleimtől, akár itt a főnökömtől is, mindenkitől sok segítséget kaptunk, hála Istennek. A versenyre való felkészülés rengeteg időt és energiát követel. Nikolett februártól kezdve időjárástól függetlenül heti 6 napot edzett lovával. Egy nagyon szoros napirendje volt neki. Megvan adva, hogy mikor reggelizik, ebéddel, vacsorázik, mikor melyik vitamint kell neki éppen beadni, mikor kell menni a jártatógépbe, mikor mennyit megy, mennyit dolgozik. Úgyhogy egy nagyon, nagyon szoros napirendje volt neki. Aki szerintem ide készül és így készül, ahogy én, azt szerintem valamennyire megszálló. Ott is. Az első szempont az volt, hogy én számomra a ló egészsége. A ló egészsége, utána ugye az én egészségem. Hát egyszer volt egy olyan dolog, hogy megcsúszott a ló futószározás közben, és bizony lesántult egy-két-három hétig, az a 60-i vágta előtt volt, amikor nagyon el voltam keseredve, és próbáltuk minél gyorsabban helyrehozni a lovat, ugye, mert ott volt a szűk határidő, hogy következett a vágta, de hála Istennek összeszedte magát, és akkor helyre jött, és így hála Istennek nem volt semmi probléma vele, mert bizony ugye itt hiába adunk mi a lovaknak gyulladáscsökkentőt, vagy bármit, ugye nagyon sok minden doppingnak számít, úgyhogy azért nem úgy kezeljük, mint egy hobbi lovat, hanem itt már komolyan nézni kell azt, hogy milyen gyógyszereket adunk neki, ha éppen valami baja van, már pedig hát egy ilyen sportoló, úgyhogy őnek is meghúzódhat lába akármilyen, ugyanúgy, mint bárkinek, aki sportol. Polyák Nikolett a Nógrád megyei Hort település mellett található Fájtanyán lovasoktató. Monakóval is itt tréningeztek a megmérettetésekre. Így könnyebb volt nekem, hogy itt van a munkahelyemen. Ugye szinte a lovasokat, mivel lovasoktatással foglalkozok, saját magam osztottam be az időbet, próbáltam beosztani. Ugye egész nap, hála Istennek, a lovak között vagyok.
Ha reggel ugye bejöttünk, ő, hogyha megkapta már reggelről a vitaminokat, a jártatógépet, általában úgy volt, hogy a déli ebédje után dolgozott tagú, és akkor egy másfél órát intenzíven volt kint terepen, ott dolgoztunk vele, és hát utána ugye minden más rendbe rakni, stb. Nem egyszerű, így, körülbelül így telik egy nap. Utána jöttek délután a kis lovasok, akkor őket lelovagoltattam, akkor még a vacsorát bekevertem neki, amit kellett, vitamint, és akkor szépen elköszöntünk egymástól, másnap pedig indult a nap ugyanígy. A tanyán Monaco más lovakkal is együtt edzett, ami tovább erősítette a felkészülést, hiszen a versenyszellem remek motivációt ad ezeknek az állatoknak a teljesítményük fokozásához. Azért segítség kell a lovaglástéren is. Hála Istennek van itt kint egy angol telivérünk, amivel a Monát szoktuk edzetni, mert azért kell azért ez a sebességhez. Van egy galga hévízi tanítványom, a Bata Fanni, és akkor ő szokott segíteni még az edzésben, a gyors munkában, lassúban, aztán hát ő is részt vett ugye a Nemzeti Vágtán nagyon jó eredménnyel. Így mindig meg volt beszélve, hogy akkor a mai nap gyors munkát megyünk, vagy egy kicsit tötyögősebbet, és hát nagyon nagy bajban voltunk, hogy hol készítsük fel a lovakat, mert ugye itt a közelben nem volt olyan lehetőség, hogy pályát használjunk, úgyhogy felmentünk Alagra, ott készítettük őket, illetve itt találtunk egy nagyon nagy szántóföldet, és ott kimertünk 1200 métert, és ott edzettünk a gyors munkára, illetve hogyha kicsit tötyögősebbet, töltő munkát mentünk, akkor csak kimentünk terepre, vagy ide bent lovagoltunk egyet. A hosszú hónapok munkája végül meghozta gyümölcsét, hiszen Polyák Nikoletta a június 27-i 60-i vágtáról győztesként jutott tovább Budapestre a legjobbak közé. És itt jön Polyák Nikolett, a 60-i Lovas Egyesület tagja, karta a színeiben. Gratulálunk saját lovával 2015-ben, 60-ban, a 60-i vágtán ő a legjobb lovas. Az idén a 60-i vágtát azt mindenféleképpen meg szerettem volna nyerni. Én erre készültem február óta, azt mondtam, hogy a 60-i vágtát azt nyerjük meg. Hála Istennek a szerencse is mellettem állt, és sikerült. A ló is jó volt. Utána pedig én azt mondtam, hogy hogy a fönt a Budapesti Nemzeti Vágtán egy középdöntős eredményt vártam saját magamtól. Sokan rebesgették, hogy de jó lenne a döntő. Mondtam, hogy igen, jó lenne, és szerintem a ló is képes lesz rá jövő. De azért nekünk ez még egy tanulóidő volt, úgyhogy én elégedett vagyok a lóval, amit vártam tőle, azt ő teljesítette 100%-osan. Az előfutamokban a harmadik legjobb időt szereztük meg, aminek nagyon örültem, a középdöntőben pedig az ötödik legjobb időnk lett a miénk, ami azt jelenti, hogy végülis utána a döntős időket is, ha megnézzük, akkor is az ötödik helyen végeztünk a 72-ből, aminek nagyon örülünk, és nagyon szép eredmény. A kartali lovaslány elmondta, jövőre is szeretne elindulni a szeptemberi vágtán, amire már egészen kora tavasztól aktív felkészülést terveznek, hiszen a céljuk az, hogy 2016-ban még az ideinél is kiváló eredményekkel térjenek majd haza a megmérettetésről. Ez a ló most fönt Budapesten megfutotta a 79-es időt, ami nagyon-nagyon jónak számít, ugye 1100 méteren. Szerintünk jövőre még jobb lesz. Én azt mondom, hogy voltak hiányosságok, ugye most én másodjára vágtázok a Nemzeti Vágtán, úgyhogy ezért vannak hiányosságok, amit elront az ember, amit másképpen kell csinálni, ugye ebből tanulunk, fölírjuk, megpróbálom jövőre másképpen csinálni. Aztán hát nagyon szeretnék jövőre már döntőbe lenni. Remélem szerencsém lesz a sorsolással is, mert eddig mindig a legkeményebb ellenfeleket kaptam ki, de hát aztán jövőre ott leszünk.